Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Elnézést, hogy elnéztem az órát, de kint is annyian vagyunk még, hogy mindenki csak egy falatot szeretett volna. Na, az életminőség, ami különbséget tesz köztem és egy másik ember között. Ugye ez egy, ugye gondoljuk bele ebbe a gondolkodásba, gondolkodásmódban, hogy igaziból, hogyha megnézünk egy embert, akkor ugyanolyan vér folyik bennem, bármilyen színe a bőrünk, ugyanolyan a testfelépítésem, ugyanolyan az agyszerkezetem, stb. És mi az, ami mégis különbséget tesz köztünk? Aki, mindig meg szoktam kérdezni, ki az, aki már az első kombucsa napok óta követ bennünket, elnézést, nem tettem föl a... Köszönöm. Azért ez az egyrészt nagyon jó, hogy vagytok, vagy 20-an, de még jobb, hogy az összes többi az meg új arc, illetve egyre többen jöttök. Na, hogyan váltunk egészségbefektetőké? Ugye, amikor először kiraktam ezt a kis szlogent ezelőtt 8-10 évvel, mindenki kicsit furcsán nézett rám, mert azt gondolták, hogy valami olyan vállalkozást akarok indítani, ahol majd osztogatunk kreditlapokat, és akkor erre mindenki nyerességet tud magáévá tenni. Hát valóban tudunk, de a mi különbségünk a többi embertől az, hogy egészségtudatosak vagyunk, és már nem veszünk olyan ételeket, italokat a szánkban, másképp gondolkodunk, másképp élünk, másképp öltözködünk. Most nem egy ilyen extravagáns külső dolog, hanem az életet egy kicsit éber tudatosságban töltjük el, aminek az egyik aspektusa pontosan az, hogy igényesen próbáljuk az életünket. És ezt higgyétek el, nem pénzkérdése, mert ugyanazt a pénzt el tudjátok vackokra is költeni, amiből esetleg egy kis friss zöldséget, gyümölcsöt véve egészségesek tudtok maradni. És akkor az elmúlt X évnek a kis szlogenjei, de hát átszaladunk csak rajta, hogy alapvetően törekszünk arra, hogy 100%-ban magyar alapanyagokat használjunk, természetesen papaja nem terem nálunk, aloe nem terem, stb. Kurkuma nem terem, de minden más, ami elérhető, megtermelhető, felügyelhető a részünkről, és csak olyan dolgot adunk oda nektek, amit saját magunk is elfogyasztunk. Én vagyok a fő tesztaróza a cégnél, hát voltak már érdekes jelenetek az életemben, de szerintem ti is sokat tudtok majd erről beszélgetni. Itt van a flavonoidunk, a legmagasabb antioxidáns státusszal a mai napig a piacon. A Napika, amiből ott a filmet láttátok a Józsi barátom filmjében, ez pontosan a mindennapi egészség kiporciózva csináltunk egy ilyen terméksorozatot, hogy ne kelljen megvenni egy 8-10 féle terméket, hanem egy kis tasiba ott van az egynapi ásványi és vitamin szükséglet. És a lugosítás. Magyarországon szerintem első között kezdtünk el lugosítani, és hogyha nem hiszitek el, nagyon sok ellentámadás, hogy minek lugosítani. Mindenki a vér pH-ja oldaláról támadott, de természetesen a vér pH-ja soha nem fog elmászni, de a lugosító pufferek azok, amit folyamatosan töltenünk kell. Na, lépjünk bele a tudás világába. Elég sok információt fogok átadni, ezért elég rövid idők lesznek a szlájdokra. Az elmúlt 15 év hétpróbás termékei, a hétpróbásról asszociálhatnánk, hogy hétpróbás gazemberek, de nem arról szól, hanem arról, hogy úgy van, hogy egy termék megjelenik a piacon, egy-két év, azt mondta, nem is hallotok róla. Na most maga a kombucsa, vagy maga ezek a lugosító zöldek, ezek 15 év óta hétpróbások olyan szempontból, hogy az emberek újabb csoportja is megismerik, és egyre gyakrabban válasszák ezeket a dolgokat. Ezek a hétpróbások pontosan a kombucsák, a búzafű, a zöldárpa, papaja, lucerna, a nővér, a tönkölybúza, papaja és green tea. Ezek a standard olyan termékeink, amikkel most már nagyon marketinget se kapnak, de mégis a meglévő ismertségük folyamán fogynak. Például a papaján zöldteje, hogyha táplálkozási kihágásaink vannak, mégis becsúszik az a nagy zsírtartalmú csülök, amihez rengeteg enzimet fogyasztva, rengeteg zöldséget fogyasztva az embernek ilyen vágya van, tegye meg. Tehát én a kiegyensúlyozott táplálkozás híve vagyok, ugyanakkor nagyon kell figyelni, hogy miben mi van. Tehát hogyha a disznóhúsban sokkal több a húgysav, amit láttuk, a húgysav kristályok ott vannak a vércseppünkbe, az ízületeinket tönkreteszik, akkor a húcsakban kevés táplálékokat fogyasszunk. De ha van módunk arra, hogy a nyirokrendszerünket támogassuk, kivezessük ezeket a szennyezőanyagokat, szaunázunk, mozgunk rendesen, akkor már is ott van a megfelelő oxigénbevétel, és teljesülnek azok az igénypontok, amit utána a véranalízisből vissza lehet
figyelni, hogy milyen egészségi állapotban vagyunk. És ez még egy mondat visszakanyarodva Józsi előadásához, hogy ez tényleg úgy van, hogy megméred a véred, összetapadt vérlemezkék, nagyon csúnya állapotok, elfogyasztod, és nem feltétlenül attól, hogy most vizet is ittál, de az is nagyon sokat számít, hanem ezek a lugosító anyagok, ásványanyagok, vitaminok egyszerűen megteszik a hatásukat, és ez azonnal a te úgy érzed a közérzetedben, hogy úristen, milyen jól érzem magam, vérszinten, véranalízi szinten meg látod, hogy a vér, ami az életet táplálja, az is tökéletesen megtisztul, és gyönyörű égbolt, nem is tudom, milyen használatot, szóhasználatot használt Józsi, de ez úgy is érzed magad. Miért fontos mégis lugosítani? Nem győzök, ugye ez miatt is rengeteg támadást kaptunk. Ez annak idején úgy volt ez a program, hogy zöldvér lugosító program. Hát, lugosítani azt nem lehet. Ugye mindig a gyógyszerlobbit kell végig gondolni, hogy ha kevesebb kuncsaft van, kevesebb gyógyszert lehet eladni, már pedig a lugosítással egyértelműen egy általános közegészségügyi javulást lehet elérni. De mi ezt nem tudtuk, aztán lugosítottunk, és még ma is lugosítunk. Többen kérdeztétek, a Lugosítás a kortalanság útja című könyv ezelőtt 7 vagy 8 évvel készült el, 12 szerző írt benne. Tehát amit a víztérítő korában kiadott, azok mind benne vannak. Érdemes egyébként, mint Bibliát forgatni, többen már a második kötetet megvették, mert széthullott az első. Na, az öt lugosító elem felsorolva, kálcium, kálium, magnézium, nátrium és a vas, ezeket napi rendszerességgel megvannak a megfelelő adagok, amit érdemes, illetve kellene elfogyasztani, hogy a pufferjeink soha ne ürüljenek ki. Most nézzük meg, hogy egyre több gyerekkel mennek orvoshoz, nem alakul ki a csontrendszere, már olyan betegségeket hordoz, amit már a 50 év fölötti hölgyeknél vagy uraknál tapasztalunk. Úgy van oszteoporózis egy kisgyereknek, hogy még ki se alakult a csontrendszere. Hát hogy a fenébe van ez, kérem? Hát ez úgy van, hogy a tápanyagok, amiket elfogyaszt, ezek nem tartalmazzák ezeket a alapvető lugosító ásványanyagokat, és akkor még hozzá merem itt csöndbe tenni, hogy az sem mindegy, hogy milyen formában van. Mostában megint reklámoznak egy magnéziummal dúsított ásványvizet. Így van. A magnézium nagyon jó, de szervetlen formában képtelen beépülni a testünkbe, és ezt értsük már meg, hogy mi egy olyan élő, gyönyörű biorobot vagyunk, aki az élő anyagokkal táplálkozik. Csak az élettüze által éljetek, mondja az eszenis evangélium, de most már egyre többen hallják ezt, hogy hiába lapátolom be nagy mennyiségben a szintetikus, mesterséges vitaminokat, ezek jó esetben kiürülnek. Csináltam egy patikus nővel egy riportot, Cinner Ildikónak hívják. Most már elég sok ilyen MLM-es cég megosztott ezt a riportunkat, és ott tökéletesen elmagyarázzuk, hogy miért fontos, hogy szerves ásványokat és vitaminokat fogyasszunk. Ő csöndbe bevallja, hogy akik szintetikus anyagokat fogyasztanak, még ha C-vitamin is az, 4-5 éven belül ez maga okozhatja a degeneratív megbetegedéseket. Na, ki szeretnéd 120 évig élni? Nem vagytok mellég bátra. Rendben van. Török Szilveszter professzor, kedves tanárom mondta mindig, hogy lehet hosszú az az élet, csak ne tűnjön túl hosszúnak. Jártak is, ez egy nagyon nagy igazság és gondolat. A mikrobiomról hányan hallottatok itt a teremben? Na, ez most már nagyon jó hír, hogy egy évvel ezelőtt nem nagyon emelkedtek a kezek, de ma már egyre több ember tudatjába, tudatalattiába beépült már ez a fogalom, és tulajdonképpen az egész gondolkodásmódunk, amit élünk, gondoljátok már végig, hogy itt van ez az ember, legyen ő egy hardware. A hardware-nek hívjuk a számítógépnek az alaptestét, amire utána különféle szoftvereket töltenek föl, és annak függvényében, hogy mennyire gyors ez a számítógép, olyan gyorsan vagy képes reagálni információkra, meg bármi másra. Na most ez a hardware, ez körülbelül 100 000 éves. Olyan módon felgyorsult az életünk, annyiféle programot, futóprogramot tennénk rá az életünket, csak nézzétek meg az életkörülményeinket, a tudásanyagot, a média által, a zenét, a stresszt, hogy egyszerűen ez a kis vas, hívjuk a hardware-t vasnak is, nem bírja már a terheléseket.
Na most már törekszenek arra, hogy biorobotokat készítsenek, és majd velük dolgoztassanak, velük végeztessék a háborút, minden, de mi nem biorobotok vagyunk, hanem mi ezt a régi, 100 000 éves, Isten típusú embert szeretnénk egészségesen fenntartani, úgy, hogy az élet kihívásainak képes legyen megfelelni. Na most alapvetően, ami az ember életében megváltozott, és most nem az irdatlan információ áradatról beszélek, az az, hogy elkezdik végre tudomásul venni, hogy a bennünk lévő szinergista, bennünk együtt élő baktériumok egy olyan élő közösséget hoznak létre, amik önmagában is képesek új élet reprodukálásra. Miről beszélek? Ha ez a rengeteg szervetlen anyag, ami a testünkbe kerül, nem tudna valamilyen módon mégis irdatlan energiával, munkával átalakítódni olyan anyaggá, amit a testünk már képes befogadni és élni belőle, akkor rég kipusztultunk volna. Tehát ez a mikrobiom, amiről most egy pár mondatot fogunk ejteni, ez a szervezetünkben lévő baktériumok irdatlan nagy közössége, ami egyébként 150-szer több DNS-t tartalmaz, mint az ember egyébként alapjával véve. És ez azt jelenti, hogy ha már fúziókról beszélgetünk, hogy az emberi testben bármilyen anyagból képes hidegfúzió segítségével bármit előállítani. Ezt mindig el szoktam mondani a tyúktojásos példámat. Ki az, aki még nem hallotta? Mindenki hallotta a tyúktojásos példámat? Na, azért is elmondom, mert szerintem nem tudjátok, miről beszél. Arról szól a történet, hogy Kerval, ez egy francia tudós, a tojást fogta és hamuvá égette, és megnézte, milyen ásanyag és nyomellemek vannak benne. Majd ezt követően kikelt a kis csibe, és ugyanúgy feláldozva a tudomány oltárán ezt a kis csibét elégette hamuvá, és megnézte, hogy mennyi ásanyag és nyomellem van ugyanabban a hamuban. Ugye a tojásból egy élő organikus szervezet a csibe létrejött. És akkor most jönnek a megdöbbentő dolgok, hogy a kiindulási alap, ha a héjat mindent beleveszünk, 50-szer több kálcium, 25-szer több magnézium keletkezett benne, és olyan anyagok, ami a tojásban eredetileg nem is volt. Ugye, hogy nagyon, nagyon profánul hangzik, de ha belegondoltok, hogy egy embertársunk, aki élete folyamán 12 gyereket megszül, soha nem vizsgálta meg senki, hogy hogy a fenébe tudott annyi csontot, kálciumot, magnéziumot, vasat kiadni a testéből. És akkor erre van ez a csodálatos új felfedezés, a mikrobiom, na mindjárt jön egy bácsi, ő, aki Joshua Lederberg ezt föltalálta, az emberi géntérképhez képest 150-szer több gént tartalmaznak, amit az előbb mondtam. Tehát, amit mi önmagunkba produkálunk, a baktériumjaink bármit képesek előtteni bennünk. És ezt próbáljuk meg felfogni, hogy van még egy újabb szervünk, amire viszont nem tudtunk még idáig odafigyelni, mert nem is tudtunk róla, hogy létezik. Na most ez a szervünk egyébként a baktériumok közössége úgy lett kialakítva még a 100 000 éves őstípusban, hogy ez vándorló életet élt, ez hozzájutott a hegyek zuzmóihoz, az erdők vadnövényeihez, később letelepedett, de ott voltak a gabonák, ott voltak a gyümölcsök. Tehát egy széles spektrumú táplálékot tudott bevinni a szervezetébe, és ez azt jelenti, hogy széles spektrumú baktérium tenyészet van benned. Ez mit jelent? Az, hogy ez a biodiverzitás a testedben még szélesebb sávban tud bármit előállítani, amire nekünk szükségünk van. Ez így elmondva, hogy így érdekes, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mekkora óriási szerepe van ennek az egésznek. Na most ugye onnantól, hogy már csak négyféle tápad, vagy négyféle aratást végzünk, kukoricát, búzát, árpát, a Isten tudja mi, egyszerűen ez a biodiverzitás megszűnt. Tehát olyan egyoldalúan tápláljuk magunkat, ahogy a földjeinket, és ebből adódik, hogy létrejött az a probléma, hogy az emberi testen belül is csak egyféle, vagy kétféle, vagy kilencféle baktérium törzs él, ami töredéke annak, ami ehhez a széles spektrumú biodiverzitáshoz szükséges, amitől egyébként, majd kiderül az előadás végén, hogy 120 évet tudunk élni. Na, mi a helyzet a probiotikumokkal? Ugye, mert azért azt szedegetjük, érezzük, hogy ez még jót is tesz nekünk. Na most általában legfeljebb 9 féle probiotikum van, egy ilyen 9 féle törzs van egy ilyen probiotikumban. Ezt fogyasztjuk el, és gyakorlatilag ez ugyanaz az egyoldalú baktériumos táplálás. Tehát a test csodálatos egyébként, mert ezt a 9 féle
szinergista baktériumot további baktériumokká képes átalakítani, de a széleskörű biodiverzitáshoz egyszerűen töredéke csak azoknak a baktériumoknak a száma, ami a szervezetünkben van. Illetve van bennünk baktérium bőven, csak hogy éppen ez a parlagfő effektus alak ki, és gyakorlatilag, ha valamiből nagyon sok kezd lenni a testünkben, akkor az immunrendszer azonnal kispécizi, és megpróbálja elpusztítani. Most ez alakul ki olyankor, amikor van szinergista baktériumunk, de csak ilyen leszűkült törzseket tudunk fenntartani, és ebből adódik, hogy a saját immunrendszerünk elkezdi ezt támadni, és folyamatosan gyulladásban vagyunk, és innentől alakul ki például az étel intolerancia, amiből egyre többen szenvedünk, amután az étel allergiákhoz is vezethet. És innentől nagyon sok választ kaphatunk a szív- és érrendszeri problémákra, élelmeszedésre, stb. Na és akkor most a mélyére hatolunk a dolgoknak, hogy milyen módon tud ez csodát művelni velünk, hogyha megfelelő széles spektrumú baktériumtörzs él a szervezetünkben. Ezt nagyon kevesen tudjuk, hogy a bélnyárka hártya az egy egyetlen egy selsor, ami elválasztja a béltartalmat a bélfalban futó erektől. A zonulin enzim, sose hallottam róla, elmondom nektek, mostani tudásom nekem is ez, az, ami és szétnyitja a nyálkahártyát, és az emésztetlen tápanyagok, méreganyagok, baktériumok átkerülnek a véráramba. Így tud a glutén és a gliadin a zonulin termelésé kapcsán bekerülni a véráramba, és ezt rengeteg problémát csinálni, amire egyre többet hallom. 6-8 óráig is nyitva lehet. Tehát ugye sokat hallottunk arról, hogy fú, akkor most már a glutén érzékenység arról szól, hogy folyamatosan a vérbe kerül. Nem. Amikor aktivitás van, akkor nyílik ki 6-8 órára. Ez is jó hír egyébként, mert hogyha vissza tudjuk fogni a glutén fogyasztást, akkor ez megszűnik. Igen ám, de mi a fenének fogjuk vissza a glutén fogyasztást? És itt jön most a kulcs megint. Hogyha képesek vagyunk újból a széles spektrumú baktérium törzséget elállítani, ezt a réteget, a bélnyárka hátját újra létrehozni, ezekben termelődnek meg azok az enzimek, a glutamáz, gliadáz és a jóisten tudja még hányféle enzim, ami képes a glutént és a például a gliadint lebontani. Hoppá, akkor az egész nem arról szól, hogy akkor ez a csúnya búza tönkretett bennünket, amit több száz éve fogyasztunk. Igen, van olyan baj vele, hogy megnőtt a sikértartalma, és a sikér az a búza fehérjének, ugye abban van a glutén, amitől tulajdonképpen most ilyen intoleráns problémáink vannak. De ha széles spektrumú lenne a táplálkozásunk, nem csak a baktériumainknak, hanem nekünk általában, akkor ilyen problémánk sose jött volna elő. De már itt van, akkor mit lehet tenni? Annyira egyszerű a megoldás egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy ennek a széles spektrumú baktérium törzsnek mi kell? Széles spektrumú kaja kell, igaz? Tehát vegyük már végig gondolatilag, hogy mi lenne az, hogyha újból vándorló életmódot élne, újból minden tápanyaghoz hozzájutna a széles, hogyha mindent oda tudnánk adni az emésztő rendszerünk baktérium készletének, akkor egyszerűen rengeteg problémától megszabadulnánk. Nem lennének allergiás tüneteink, a bélnyárkahártya védelmet nyújtana ahhoz, hogy a táplálékok közvetlenül ne tudjanak a véráramba kerülni. Na most, amikor föltalálták a vizes WC-t, ugye, és nem a nagy szoknya alá piséltek a gróf kisasszonyok, tehát amiből lett utána rengeteg egészségügyi probléma, 20-30 évet emelkedett az átlag életkor. Mert addig 30-40 év volt, utána ez fölment 70-80 évre, és azt mondják tudósok, hogyha a mikrobiom lévén, tehát tudjuk a mikrobiommal foglalkozni, és rendes emésztő baktérium hálózatot tudunk létrehozni, akkor akár 2-3 hónapon belül ez az eredeti ősállapot helyreállítható, ez hosszú távon fenntartva, akár 120 évig tudunk élni. De most ez nem annyi, hogy most elkezdek egy port szedni, hanem megint jön a tudatosság. Az, hogy nem csak a kis poromat beveszem reggel este, ami egyébként a baktériumnak nagyon jó lesz, de a tányérom színes legyen, piros, zöld, sárga, kék, mert hogy egyébként a baktériumok is ugyanilyen alapon tudják az ásványokat szétválasztani. És amit ott a sarokban láttok, a kis full spektrális szín, tehát a teljes spektrális színbe élünk. Nem csak azt a 3-4 féle dolgot kell bevinni a testünkbe. Mi a kedvenc kajánk a húsleves, a nokedli pörkölt, rántott hús, meg egy kis uborka. Most gondoljátok végig, hogy azért ez milyen szűk, beszűkült tápanyagellátást ad nekünk is, de a bennünk élő szinergista baktériumoknak is.
és itt van már is a Colon Control. A Colon Control elő volt, mint a Full Spectrum, és az volt az elve, hogy minden negyedében legalább egyszer próbáljuk meg megtisztítani a beleinket, az összes odaragadt bél, ilyen nyákosító anyagoktól, trutymákoktól, ami abból adódik, hogy olyan táplálékokat fogyasztunk, ami egyébként az ember számára ismeretlen. Ma elmész egy boltba, 80-90%-a azoknak az alapanyagoknak, amit elfogyasztasz, soha nem volt az ember táplálkozásában. Hogy a fenébe tudnánk ezt megemészteni? Semmi más, oda lerakódik a bélbolyókra, és egyszerűen lehetetlené teszik az emésztés. Ugye itt jön a képbe a kombucsa, mert a kombucsa azért tudott óriási tért hódítani, mert hogy minden olyan dolgot képes fölfalni az emberi szervezetben, ami a számunkra haszontalan. Ő képes lepucolni a bélbolyókat, és másnap ötször annyi székletünk is lehet, mint amennyi ételt elfogyasztottunk. Ha semmilyen másképp nem működik, mint az, hogy ő neki az is táplálik, ami nekünk emészhetetlen, és nem jó. Na, sokan utálják a kombucsát, tegye fel a kezét, aki nem szereti az ízét. Tudtam, hogy nem mered. Jó, van egy hős, kettő hős, hános. Oké. Akkor most a nagy kérésem, hogyha majd vége az előadásomnak, legyetek kedvesek kifáradni és megkóstolni a megyes kombucsánkat, aminek igazából már csak megyle íze van. Tehát a kombucsa ugyanúgy megvan benne, az életleni hatásai ugyanúgy jól működnek, de ugyanakkor tudtunk végre csinálni egy olyat, ami a szélesebb ilyen igényeknek megfelel, az emberek sokkal jobban szeretik. És az mellett, hogyha flavonoidok árával összehasonlítjuk, egy jóval gazdagságosabb dolog. Na, békét üzenünk a stressznek. Na, ezt a szó összetételt remélem most halljátok tőlem először. De most menjünk vissza megint abba a szituációba, hogy mi programokkal és mindenféle dolgokkal túlterhelt, elég régi számítógép, bioszámítógép vagyunk, ami egyszerűen nem alkalmas, hogy ezt rengeteg kihívást és stresszt megoldja. Régen futottunk a mamut elő, ha elkapott, baj volt, ha nem kapott el, akkor kifújtunk magunkat, de az adrenalint, ami ilyenkor termelődött, elégettük, felhasználtuk, megtermeltük a hozzávaló kortizolt, és mindenki boldog volt. De ma sokkal bonyolultabb a dolog. Ma már egy mentális gondolat, úristen, hogy fizetem ki ezt, vagy mi lesz a gyerekkel, ha valami baj lesz. Folyamatosan stresszorokat tolunk a szervezetbe, ami egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy egészségesek maradjunk, idézőjelben lehetetlenné. Mert abban a pillanatban rájössz, hogy mit művelsz magaddal, már is van lehetőséged rá. Most egyik a mentális rész. Meditálni nem itt fognak megtanulni, viszont a legfontosabb békebírót nem maradhat ki az életünkből, és ez a magnézium. A stressz első fokon a magnéziumot égeti ki a szervezetből. Magnézium nélkül nincsen élet, nincs enzimműködés, nem tudok itt a pulpituson veletek egy órát folyamatosan fókuszálva beszélni, előtte nem kapom be a kis magnéziumomat. Ezt higgyétek el, van egy kor, amikután az összeszedettséghez mindig kell valami kis segédanyag. Lehetett volna drogozni, és én a magnéziumot választottam. Visszatérve, ebben az óriási nagy halálfutásban, azért merem ezt mondani, mert ma már ki lehet jelenteni, hogy a betegségeknek a nagyon nagy százaléka nem a savasítás elsősorban, hanem a stressz. A stresszor hozza létre azokat a betegségeket, amiben nagyon sokan és nagyon hamar belehalnak. Tehát ez azzal jár, hogy a stressz tökéletesen kimeríti a mellékvesét. Ez a vesén fölül egy nagyon pici kis hormontermelő szerkezetről beszélünk, ami folyamatosan termeli az adrenalint, a kortizolt, és ha nincs már elég mellékvese hormontermelés, akkor elkezd ugrándozni a vércukorszint. Mi történik ekkor? Fogja a hasnál, mert így gyorsan elkezd termelni még egy kis inzulint, hogy még több cukor jusson be a sejtekbe, hogy a vércukorszintet fent tudja tartani. Ugye? Látjuk, hogy a pillanatban már megterheltük a hasnyálmirigyünket is, de folyamatosan, hogy mindig nem áll helyre a lend, akkor az agy is elkezd beszáll a dologba, valami olyan áj vagy menekül szituációt érez, újból valami hormonokat termel, és az egész szituáció olyan, hogy remek kezünk, lábunk, estére leülünk, és egyszerűen nem tudunk tovább menni. Na akkor mi az első? Első az, hogy a stresszt kezelni kell, tehát nem a csodálatos dologok, hanem a stresszt kezelni kell. Remélem, de utána erről is tudunk egy kicsit beszélgetni, de most én nem adnék többet ebbe. A magnéziumot én azt mondanám, hogy mindenféleképpen fogyasszuk. A megamag, erről remélem lesz még PPS-em, de az a lényege, hogy a C-vitaminnel együtt vizes oldatban magnézium
citráttá alakul át, amit már képes a szervezet felfogni. Amikor nagyon stresszes helyzetben vagy, a magnézium nem tud veled mit csinálni. Tehát vagy reggel kell bevenni, amikor nyugodtabb időszak van, vagy délután, amikor már a munka, a fő stresszor, a közlekedés vége van, akkor tud a magnézium beépülni. Amikor elkezd húzódni a lábizmod, biztos már ezt észrevetted, húz a görcs a lábad, akkor mindig gondolj a magnéziumra, és tökéletesen fog segíteni. A nyugi bugiteja, az édesgyökér kapszula, a B-bomba, na ezekről most mind fogunk beszélgetni. Illetve ilyen termékünk nincsen, bocsánat, ezt a aranygyökér, egy nagyon kedves barátom ajánlotta ennek a fogyasztását. Ő konkrétan a mellék vese regenerációját segíti elő. Nyugodtan írjátok föl, nekünk még nincs ilyen termékünk, próbáljátok meg megkeresni és fogyasztani. Tehát békét üzenünk a stressznek, ez annyit jelent, hogy megpróbáltunk összeállítani egy olyan stressz csomagot, ami nem stresszt okoz, hanem a stresszt oldja. Ugye a B-vitamin, most ez a vitaminmérő, amit most sorbálnak ott kint, szerintem ti is sokan elmentek majd, gyakorlatilag több vásárba, több kiállításon elkezdtünk mérni, hogy az embereknek milyen vitamin és ásványanyag állapota. És a legmegdöbbentőbb, hogy a jód hiány után a B-vitamin hiány volt a legjobban kiürült a szervezetben. Most a B-vitaminról itt van egy kis felsorolás, hogy mire nagyon jó, de látjuk, hogy a szellemi teljesítmény nincs B-vitamin nélkül. Gyönyörű szép hajkorona, hölgyeim és uraim, nincs B-vitaminok nélkül. Gondolkoztatok-e már arról, hogy megnéztük a jó kis 60-as évek filmjeit, mindenkinek ilyen hajkoronája van. Ma már 20 éves fiatalok is kopaszok. B-vitamin hiány. A B-vitamint a jó típusú, megfelelő gabonákból tudtuk beszerezni, még Michurin is ide belefért, de ezek az új, agyon sikérezett gabonákkal óriási probléma van, és a B-vitaminból kevés van, illetve, hogyha megint számítógép szempontjából próbáljuk meg végiggondolni a dolgokat, folyamatosan pörög a hűtőventilátor a fejünkbe, és ez fölzabálja a B-vitamin, C-vitamin, magnéziumot. Itt tudja csak fenntartani ezt az extra gyors működést, amire szükség van. Tehát a B-vitamin pótlására óriási szükségünk van. Magnéziumot egyébként elmondtam, de például izomépítő, aki sokat fut, akinek mindig fájnak az izületei, stb. Nem hagyhatja ki a magnéziumot. Szerintem az egyik legolcsóbb termékünk is. Naponta 3 szemet eszünk, főleg azok a hölgyek, akiknek meg még a székletük elég kemény, észre se fogják venni ezt a problémát, mert egyébként a magnézium egy kicsit lazítja a székletet. Édesgyökér. Az édesgyökér most már több éves termékünk, de ő volt egyedül a stressz programunkban benne, így nem tudtuk a megfelelő nyomatékkal támogatni, de ugye a stressz kapcsán ezek az izomgörcsök, sima izmok, stb. Tökéletesen beállnak, hatékony nyákoldó, köptető, köhögéscsillapító. Na, ezt engedi róla az EFSA, akinek viszont magas a vérnyomása, az egy kicsit figyelje meg, hogy a édesgyökér kapcsán van-e valami problémája. Egyébként nem szokott lenni. A C-vitamin, ezt a életünk Jolly Jokerének hívom egyébként, és most annélkül, hogy a C-vitaminről sokat beszélnék, elég sok filmet megnéztem a múlt héten ezzel kapcsolatosan, és nagyon kevés mondja ki azt az alapvető dolgot, ha csak aszkorbinsavot fogyasztunk, ami állítólag még mesterséges is, a balansztanyagok nélkül lehetetlenség az, hogy ez szívódjon és hatékony legyen. A természetes C-vitamin forrásunk egyébként Magyarországon a csipkevogyó. Gojit ajánlanak, most megnézekedtem, 20-szor több C-vitamin van 100 g csipkebogyóban, mint a goji magban, amit ajánlanának. És itt van nekünk, magunk is akár tudjuk gyűjteni, összeropogtatjuk. Aszkorbinsav mellé téve, mint balansztanyagként tökéletesen elkezdenek működni. Most ilyen ugye van nekünk ez a tasakos C-vitaminunk, amit árértékarányban a legjobb, nagyon népszerű termék, nem bírunk belőle eleget gyártani, de például az ilyen előadásokra vagy útra mindenféleképpen a C-vitamin kapszulánkat viszünk, 3 kapszulával 1200 mg-nyi C-vitamin, amit be tudunk vinni, hogyha valami extrém problémánk van, akkor ennél jóval többet lehet vinni, de egy átlagos egészségmegőrző életminőség fenntartásra tökéletesen elegendő. A nyugi bugi tea, ezt egy fél éve kísérleteztem ki, hát mindenkinek az életében vannak ilyen feszültebb időszakok, elég érdekes az összeállítás,
próbáljátok ki, nagyon kellemes íze és illata van. Egy ilyen napi robuláró tejának napközben ne koffein tegyél, hanem nyugibugi teját tegyél. Sokkal jobb a mentális teljesítményed, nyugodtabb vagy, de este lefekvés előtt, főleg azok, akik nem tudnak aludni, egy ilyen nyugtató teát mindenféleképpen ajánlok. A nyugibugi név is tőlem származik, de ez most az egómnak tetszett kijelentés volt. Jó, a B-vitamin akkor kezdtem igazából foglalkozni, amikor dr. Olá Zoltán elhozta nekünk a Ne Felejtsd című kis kapszuláját. Őről azt kell tudni, hogy molekuláris biológus és a kvantumbiológiával foglalkozik, és egy olyan speciális keveréket hozott létre, amit már Amerikában 16 évig dolgozott kint, kísérletezett kint, de Magyarországon tudja bevezetni. Alzheimereseknek 2-3 hónap fogyasztás követően nagyon sok pozitív eredménye van. Csak úgy mondom, a környezetünkben nagyon sok ilyen ember van, és ezért karoltuk föl. A Ne Felejts az nem a mi termékünk, hanem a Olá professzornak, vagy kandidátus, tök mindegy, most milyen titulus mondok mellé, egy zseniális tablettája, egyre népszerűbb, és úgy éreztem, hogy itt a helye előadásomban. A búzafű, most ugye jöttek ezek a hét próbások, amit az előbb beszélgettünk. A búzafű, a gyönyörű zöld nálunk azt jelenti, hogy ha visszaoldod a port, ugyanolyan zöld színe van, mint amit kipréselsz a levélbe, ezt a technológiát rajtunk kívül nem sokan tudják. 17 fél aminósav van benne, ami a fehérje metabolizmushoz. Az aminósavakból csinálod te meg mindenedet, a véredet, a csontodat, a kötőszöveteket, és ez minél több van, minél jobb formában, annál többet tudsz előállítani, és főleg idősebb korban, amikor már a fehérje metabolizmusunk egy kicsit lankad, akkor szoktak úgy összeszottyadni az emberek bőre mindenre, hogyha megfelelő mennyiségű aminosavad van, abból sokkal jobban tudja a test előállítani ezeket a szöveteket. Prémium porok. A prémium porokról azt kell tudni, hogy ezekből, amikből tablettát csináltunk, például az afűből, neked nagyon mennyiség kell, ne vedd meg a tablettát, sokkal olcsóbb, ha a port veszel. Vagy itt van drága Lénár Gitta, köszöntsétek, aki a Szivárvány szakácskönyvünket írta, csodálatos keverékeket kezdtünk el kutatni, fejleszteni. Nem szeretitek nagyon, hogyha nektek kell a porhoz vizet tenni, meg egy kis olajat éppen, ezért megkapjátok majd kis tégelybe, ötször olyan drágán. De hát ez ma a trend, hogy a vegetáriánus pástétlanokat nem szeretik az emberek otthon elkészíteni, inkább kis üvegcsíkbe szereznék. Most itt a puzzle-t meg tudjátok kint kóstolni, de elég sokféle van. És a nagy álmomat mindig el szoktam mondani, mert ha már beszélek róla, akkor betettem a nagy közös mezőbe és megvalósul. Ez a Gringo Bar, az Activity Juice, ami azt jelenti, hogy mutogass rá a porokra, és azt raksz össze magadnak, amit szeretnél. Most már több mint 30 féle zöldség, gyümölcs, szárítmányunk van, és ebből bármit el lehet készíteni. És képzeljétek el, hogy valahol mentek a városba, hát ott lenne még a hogy hívják, valami McDonald's, nem tudom pontosan, vagy ott van egy kis gringó bár, ahova bemész, és egy egészséges séket tudsz magadnak kérni, még esetleg egy aktuális kis növény, vagy aktuális gyümölcsöt beletúrni, szóval hát Amerikában ezt rég kitalálták, de nálunk borzasztó módon hiányoznak ezek, és úgy érzem, hogy a gringó bár ez tökéletesen megfelelnek. Aki szeretné ilyen gringó bár hálózatba becsatlakozni, drága Kovácsnőt kint megtalálják a Vivanatura pultnál. A lapacsó tejáról szerintem Józsi barátom olyan sok mindent elmondott, hogy én már nem is szeretnék ezt hozzátenni. Saját magam tapasztaltam meg, hogy a nyirokrendszer tisztításában én kombinálva használom, tehát a teját is használom, és magát a kapszulát is. A kettő együtt elég jól működik, és tényleg a nyirokrendszer tisztítása. Ja, és akkor elmondanám, hogy az infraszauna ugyanezt a dolgot támogatja és segíti, hogyha nincs időd elmenni hetente nyirokmasszázsra, egy infraszaunába be tudsz ülni, és az is jótékony lehet. A máj titkos élete, ugye? Mindig minden a májnál végződik, a vérből, a zsírszövetekből, de valamilyen módon a máj szűrőjén keresztül egyszer mindennek át kell haladnia. De a májat kivédi meg. Tehát a máj regenerálására fejlesztettük, egyébként ennek volt egy korai elődje, ezt a hatóanyagokat lehetett még növelni, és a Mária tövis kurkuma kombinálásával sikeresen. Adjatok ennek is bizalmat egyébként.
A moringa egyébként nagyon népszerű ma Magyarországon. Én azt mondanám, hogy egy természetes dobszínszer, a ginzenggel kombinálva, tehát azok az emberek, akik nyugodtan berakhattam volna ezt is a békét adunk a stressznek csomagba, akik föl vannak pörögve, 1000 gigával kell pörögniük egész nap, és akarnak egy olyan természetes hozzásegítőt, akkor a moringa mindenféleképpen jó. Egyébként Maharishinek az utolsó előadása, remélem most nem mondja el, mert mindig azt hiszik, hogy ez az én reklámszövegem, ő a legjobb hívünk és fogyasztunk a moringával kapcsolatban, minden hívének ezt ajánlja. Egyébként nagyon szeretik. Na, a sárkány tűz torokör, a másik kedvencem, brutális íze van ennek is, mint a dolognak, de bárkinek ilyen torok problémája van, csak kapar a torka, még nincsen semmi baja, de érzi, hogy ebből másnapra bármi lehet, sárkány tűz torokör, 2 permet és felejtsük el a problémáját. Ez is egyébként 4 éve most már a piacon van, de nem mondhatjuk erről a igazi hatásmechanizmusát, mert jön a segrepacsi. A spirkorról úgy szintén beszült drága kollégám. Lényeg az, hogy azon kívül, hogy óriási nagy klorofil forrás, a szervezetben felszabaduló toxikonak, nehézfémeket tökéletesen ki tudja üríteni a szervezetből. Nagyon fontos ma, mert nem tudsz nekem olyan táplálékot elmondani, amit magadhoz veszel, és abban nincsen valamilyen toxinanyag, még a bio zöldség gyümölcsbe is, mert azt ugyanúgy chemtrail-lel fertőzik a talajvízből, ugyanúgy tud mindenféle vackot összeszedni, de ha már valaki dohányzik melletted, vagy bármit csinál, az ugyanúgy megvan a saját problémád. Jó, erről a vitasztikről előre egy másik előadás volt, sajnos nem fér be minden ide. Az a lényeg a dolognak, hogy otthon bármikor meg tudod mérni azt, hogy a C-vitamin szinted, a jód szinted, a B-vitamin szinted, milyen szinten áll, és tudod, hogy aznap például B-vitamint kell szedned, C-vitaminből többet kell veszedned, vagy jód hiányos vagy, vagy éppen hagyd abba a jódot, mert túlzottan túl van a szervezeten. Szerintem ez egy nagyon hasznos, praktikus kis szerkezet, most valami akcióban van természetesen, legalább méressétek meg magatokat, és utána karácsonyra a családnak nyugodtan lehet egy ilyen kis készüléket venni, ugyanúgy, mint a lázmenét nap mint nap lehet használni, mert például van egy profúz hasmenésed, és észre se veszed, hogy mennyi ásványos vitamin kiszalad belőled. És akkor ha látod, hogy mi hiányzik belőlem, akkor akár tudatosan tudod pótolni. Pont erre szól a dolog. C-vitamint az mindig, magnézium, vasat, B-vitamint. A B-vitamint próbáljátok ki, ez egy ördöngős és nem is drága dolog, de viszont a mentális teljesítmény a mindennapi erőforrásokhoz nagyon fontosnak tartom. Jó, most ebben az 5 percben, ami 10 perc lesz, valamit el kell mondanom nektek, mert ez egy olyan termék, amit szintén nem mi gyártunk, de megkerestek vele egy-két hónappal ezelőtt, amit saját magamon kipróbáltam. Ardebüzinek hívják, de én teljesen más nevet találtam neki. Lényeg az, hogy 500 évvel ezelőtt, amikor éjjel-nappal háborúztak az emberek, a katonáknak kellett egy olyan külső-belső segítséget adni, amit egy ilyen kis kulacsból adtak neki, ha megvágta a kezét, vagy megégette, vagy szúrt sebe volt, vagy nekem fertőzés kapott, jó volt a számára. És akkor, aki szerzetesek, pontosan már nem tudjuk kicsoda, 75 gyógynövényből készítettek egy kivonatot, ami úgy van, hogy áztatják a gyógynövényt, majd utána egy elixírt, egy ilyen lepárlásos technikával készítenek, ami úgy néz ki, hogy arra a felületre fújod, ahol éppen problémád van, és ez azonnal szívódik befelé. Azt kell tudni róla, hogy a termékekre szoktam mondani, hogy pár évig élnek, aztán utána elhalványulnak. Most ha valami 500 évig úgy fent tud maradni, hogy a mai napig megvan a receptje, mai napig használják, Svájcban, Németországban elterjedt dolog, akkor ennek valószínűleg van olyan goodwill-ja, szellemi és biológiai tartalma, hogy az embereknek érdemes legyen. Egy ilyen kereszt van rajta, de egyébként ilyen gyors segélynek is fel lehet fogni. Igaz, hogy ezt a svájci forrás miatt tettük ide. Itt van a 75 gyógynövény, amiből áll, ezt most nem kérítek tőlem, hogy felsoroljam, de higgyétek el, hogy ilyen eszencia nagyon kevés létezik, ilyen tiszta minőségben, amit van. Ezt a gyártó garantálja, ott vannak a gyógynövények, hogy ő maga készíti, soha nem fogják hamisítani, amikor próbálták, az sajnos, hál' Istennek senkinek nem sikerült. A dolog lényege, hogy ezt érdemes
kipróbálni. Így néz ki az egész, berakod a zsebecskédbe, hát már sok ilyet láttunk, de ez tényleg működik. Ennek a 75 gyógynövénynek olyan komplexitása van, amit érdemes kipróbálni. Most mondtam egy ártónak, hogy svájci és a svájci csoki az nagyon drága, mint tudjuk, és most itt a rendezvényen megengedte, hogy 2000 forintos áron legalább egy olyan adagot el tudjál vinni, ki tud magadnak próbálni, de maximum 5 darabot vehet egy fő, mert általában mindig az szokott lenni, hogy valaki fővásárolja, aztán elvisz az egészet, de most szerintem van annyi, amennyi, ahányan itt vagyunk. Na, és hogyan tudnánk még felerősíteni a gyógyító elixír hatását, ugye? A lézerek egyébként egyre újabb generáció jönnek ki, össze ki fog jönni az a lézer, ami már 1500 wattos, akkor már ki lehet otthonról dobni majd a mikrohullámú sütőt, a másik sütőt, mert a lézerre, ez a vicc része volt, de az a lényeg, hogy akár 15 centi mélyen is képes lesz majd a biztonságos lézer hatást kifejteni, de amikor bármiféle kozmetikai anyagot hozzáteszünk, vagy például az ártebűzét fújjuk, akkor ennek a hatását képes felerősíteni, és sokkal mélyebb rétegekbe bevinni. Akármilyen hihetetlen, ezt a 86 diát el tudtam mondani önöknek közel 45 perc alatt. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmüket.